Az összetartozásról, a közös ügy támogatásának fontosságáról beszélt a honvédelmi miniszter az 1456-os Nándorfehérvári diadal emléknapján. Az akadémia kikötőbe érkező mintegy 300 diákot korhű jelmezekbe öltözött katonák, nemzeti színű vízsugárral tisztelgő tűzoltóhajó, valamint díszsor tűz fogadta. Az országgyűlés 2011-ben nyilvánította július 22-ét a Nándorfehérvári diadal emléknapjává. Kötelékben érkeztek a katonai és a civil hajók a Lánchídhoz. Fedélzetükön csak nem 300 iskolás utazott. Mindannyian Belgrádból, az egykori Nándorfehérvárról érkeztek Budapestre. A fiatalokat korabeli ruhát és fegyverzetet viselő hagyományőrző egyesületek várták. Ma is így kéne védeni az országot, ilyen nagy hősök lennének nekünk is. A magyar-török háborúk legjelentősebb eseményét tavaly nyilvánította a parlament a Nándorfehérvári diadal emléknapjává. Ennek az egész közép-európai történetnek olyan szerves része, amit tényleg méltó módon meg kell ünnepelni, és akkor úgy tűnt nekem, hogy noha legalább annyira a szerbeké is lehetne, hiszen ott azért magyarok-szerbek együtt harcoltak, ez nekik nem annyira szívügyük, hát akkor talán nekünk magyaroknak, erről beszélt a nagykövet úr is, kell rá jobban hívni a figyelmünket, nem csak magunk miatt, hanem itt a közép-európai közös múltunk, vagy a szerb-magyar közös múlt miatt is. A díszsortűz és a nemzeti színű vízsugár bemutatása után a Honvéd díszászlóhely vezetésével a diákok a várba vonultak Hunyadi János szobrához. A déli harangszó azóta is a Nándorfehérvári diadalra emlékeztet. Beszédében a honvédelmi miniszter az akkori összefogásra emlékeztetett. Azt mondta, 556 évvel ezelőtt azért győztek a magyarok, mert a nemzet át tudta lépni a saját árnyékát. Csak akkor győzhetünk, ha megértjük és megéljük, hogy összetartozunk. Ha tudjuk, hogy van közünk egymáshoz. Van közünk egymáshoz nekünk, magyaroknak, és van közünk azokhoz a népekhez, akikkel együtt éltük meg a történelmünket itt a Kárpát-medencében is, itt Európában, békében és háborúban. Csak akkor győzhetünk, ha mindenki hozzá tudja tenni a magáét a maga helyén, a közös ügyhöz. Az ünnepség végén a diákok a Nándorfehérvárról magukkal hozott kavicsokkal, míg a honvédelmi miniszter és a magyar honvédség vezérkari főnöke koszorúval emlékezett a törökverő Hunyadira és katonáira, akiknek győzelme évtizedekre megállította a törökök európai terjeszkedését. Hölgyeim és uraim, kedves vendégeim, tisztelettel köszöntöm Önöket a budai várban, a törökverő Hunyadi János szobránál. Köszöntöm meghívott vendégeinket, valamint szeretettel köszöntöm az itt jelenlévő diákokat, akik egyenesen Nándorfehérvárról, azaz a mai Belgrádtól érkeztek a hagyományteremtő szándékkal indított Hunyadi járattal. Tavaly júliusban az országgyűlés július 22-ét a Nándorfehérvári diadal emléknapjában nyilvánította. A Nándorfehérvári diadal a magyar-török háborúk egyik jelentős eseménye. 1456. július 4-e és 21-e között a keresztények Szilágyi Mihály vezetésével hősiesen védték Nándorfehérvár várát II. Mehmed török szultán hatalmas túlerőben lévő seregével szemben. Július 22-én a döntő ütközetben Hunyadi János vezetésével a keresztény seregek végső csapást mértek a török erőre, és ezzel megfutamodásra kényszerítették a szultán seregét. A győzelem nem csupán Magyarországot védte meg az idegen hódoltságtól, de mintegy 70 évre megállította a törökök további európai térnyerését is. A pápa által elrendelt déli harangszó a keresztény világban azóta is a Nándorfehérvári diadalra emlékeztet. Ez a nap nem csupán a nemzetnek, hanem a keresztény Európának és a mai keresztény világ összességének az emléknapja. Ez a nap a hazafiasságnak, önfeláldozásnak, emberi helytállásnak, az európaiságnak, az európai összefogásnak
és a kereszténységnek máig élő példaképe. Thank you.
És jönnek vissza, Margit híd és a Váci között. Utána föl a várba. 1456. Nádorfehérvári győzelem.
Tényleg nem jönnek föl, hát ez a tér. Levegünk, nem? Jó helyen vagyunk, az a lényeg. Rengeteg eljöttek, hol van? Gyerekek, ünnepségünk a Nándorfehérvári diadal emlékére elhangzó déli harangszóval kezdetét veszi. Kérem, állva hallgassuk meg! Köszönöm szépen!
nézve kompánia! Zászlókkal, szabjával! Tisztelek! Hölgyeim és uraim, kedves vendégeim, tisztelettel köszöntöm Önöket a budai várban, a törökverő Hunyadi János szobránál. Köszöntöm meghívott vendégeinket, valamint szeretettel köszöntöm az itt jelenlévő diákokat, akik egyenesen Nándorfehérvárról, azaz a mai Belgrádtól érkeztek a hagyományteremtő szándékkal indított Hunyadi járattal. Tavaly júliusban az országgyűlés július 22-ét a Nándorfehérvári Diadal emléknapjává nyilvánította. A Nándorfehérvári Diadal a magyar-török háborúk egyik jelentős eseménye. 1456. július 4-e és 21-e között a keresztények Szilágyi Mihály vezetésével hősiesen védték Nándorfehérvár várát II. Mehmed török szultán hatalmas túlerőben lévő seregével szemben. Július 22-én a döntő ütközetben Hunyadi János vezetésével a keresztény seregek végső csapást mértek a török erőre, és ezzel megfutamodásra kényszerítették a szultán seregét. A győzelem nem csupán Magyarországot védte meg az idegen hódoltságtól, de mintegy 70 évre megállította a törökök további európai térnyerését is. A pápa által elrendelt déli harangszó a keresztény világban azóta is a Nándorfehérvári Diadalra emlékeztet. Ez a nap nem csupán a nemzetnek, hanem a keresztény Európának és a mai keresztény világ összességének az emléknapja. Ez a nap a hazafiasságnak, önfeláldozásnak, emberi helytállásnak, az európaiságnak, az európai összefogásnak és a kereszténységnek máig élő példaképe. Az emléknap alkalmából elsőként felkérem Berta Tibor ezredest, általános helynököt, pápai káplánt, hogy ossza meg velünk ünnepi gondolatait. Örökké valóságnak, Ura, történelemnek Istenem,
ünnepi órában hozzuk elét hálás fohászainkat a magyar nemzet fényes diadalára emlékezve, amikor Nándorfehérvár váránál, Európa lakatjánál dicső eleink nagyszerű tetteit felidézzük, akik győzedelmeskedve megvédték hazánkat és megóvták Európát. Köszönjük, Urunk, hogy a Nándorfehérvári diadal dicsőséget szerzett országunknak és népünknek. Emlékére ünnepli Egyetemes Egyházat augusztus 6-án Szent Fiat Jézus Krisztus színeváltozásának ünnepét. Ezen diadalmas esemény kapcsán szólalnak meg a harangok a keresztény világ templomaiban, hogy délidőben az Angelusra hívó hangjuk a magyarok vitézségét és hitbeli hűségét hirdessék, és a nappal közepén is tudassák, vivos foco mortuos plango fulgura frango. Minden jó szándékú ember tudja, történelmi ünnepeinket mi teremtjük meg, mi hozzuk létre a nemes múlt megbecsülésére, saját korunk okulására, az ifjúságnak és a jövendő nemzedékeknek pedig példát adva. Add meg, Urunk, hogy legyen ez a nap minden jó akaratú ember ünnepe ebben a hazában. Kérünk, Urunk, világosíts meg bennünket, hogy történelmi ünnepeink az emlékezés színterei mellett történelmi eseményeink újra gondolásának, rajtuk való gondolkodásnak tanulságokat felismerő napjai is legyenek. Igaz, ez sokszor fáradtságos és terhes kötelezettség, hiszen már maga a gondolkodás szavunk is a gond szóból származtatható, vagyis terhes, megpróbáló feladat. De fontos a megértés és a tisztánlátás. Hunyadi János és Kapisztrány Szent János, Nándorfehérvár kiemelkedő hősei, koruknak kimagasló egyéniségei tudtak lenni egy olyan történelmi időben, amikor talán könnyebb volt felismerni a sátánt, a diáboloszt, a szétdobálót és annak cselvetéseit. Egyértelmű volt különbséget tenni a jó és a hitvány között, nem jelentett akkora nehézséget néven nevezni a rosszat és a kártékonyság cselekedeteit, a részvalóságokból pedig nem engedtek egyetemes igazságot reálni. Most is segítségedet kérjük, örökkévaló Úrunk, hogy korunk szerteágazó világnézetei között, világképek és ideológiák zűrzavaros sokszínűségében föl tudjuk ismerni a jóságot, néven tudjuk nevezni az értéket, és ne féljünk kimondani, a tévedésnek nincsen joga, a részigazságból nem lehet átfogó, egyetemleges igazság. És add meg nekünk, Urunk, hogy föl tudjuk ismerni a gonoszt, aki most azzal bódít el bennünket, hogy elbújik és úgy tesz, mintha nem is létezne. Mindenható Istenünk, a történelem során mindig értésünkre adtad, hogy minden nemzedék életében kell lennie egy közös célnak, egy szent akaratnak, mely az embereket összefogja, amelyre írő öntudattal büszkék lehetünk, az unokák is megmutathatják majd unokáiknak. A nándorfehérvári győzelem kivívása ezt az összetartozást és közös eszmét fel tudta mutatni. Kérünk, Urunk, hogy ennek példájára szilárdítsd meg bennünk is hazánkat, országunkat és nemzetünket építő hitünket. A hála és a kérés mindig a gyermeknek a szava, a dicsőítés és a bűnbánat imája pedig a felnőtt nemzedéké. Fogadd el ezeket most tőlünk, magyar tieidtől, Istenünk. Tegyél minket a te mennyei országod építőivé, itteni földi országunkban. Vésd bele szívünkbe, hogy hazánk és szülőföldünk szeretete és megbecsülése nélkül semmit sem tudunk megtartani, még kevésbé építeni. És végül kérünk, Urunk, add, hogy legyen erőnk, országunk alapjait megszilárdítani, a falak megtartó erejére vigyázni, a bensünkhöz tartozó tereket otthonná szépíteni, és add, hogy mindezt tegyük a tőled kapott, őseinktől örökül hagyott,
és általunk alakított szép nívességgel. Magyarok nagyasszonya, legyél segítségünkre, Kapisztrán Szent János, könyörög érettünk, úgy legyen. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Című versének feldolgozását. Most tisztelettel megkérem Hende Csabát, Magyarország honvédelmi miniszterét, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Kedves lányok és fiúk, a történelemmel találkoznunk kell. Nem elég csak az iskolában megtanulni, dolgozatot írni vagy levizsgázni belőle, mint bármely más tantárgyból. Persze az jó, hogyha meg is tanuljátok és mindig ötös kaptok belőle, de a történelem ugyanúgy, ahogy például az irodalom és az ének, sokkal többet ad nekünk, és olyan dolgokkal ajándékoz meg minket, amelyektől szebb és jobb lesz az életünk. József Attila korai verse, amit az imént az Igricek együttes feldolgozásában hallottunk, nagyon jó példa erre. Az elmúlt napokban ti is ősapáink nyomában jártatok. Egy igazi találkozásra indultatok, amelyben felfedezhettétek a nándorfehérvári csata történetét. Közösen táborba szálltatok,
közületek sokan meglátogatták a várat, a helyet, ahol apáink vére folyt. Láttátok a köveket, amelyekbe kapaszkodva hősiesen harcoltak az életükért és a haza életéért. Ma pedig fölhajóztatok a Dunán, ami maga a történelem. A népek országútja és megannyi súlyos csata színtere. Most eljutottatok utatok végpontjára Budavárába. Eljöttetek, hogy együtt emlékezzünk. Együtt hallgassuk meg a déli harangszót, és együtt álljunk meg Hunyadi János szobra előtt. Eljöttetek, hogy együtt emlékezzünk mindarra, ami 556 évvel ezelőtt Nándorfehérvárnál történt. Kedves lányok és fiúk, mi is történt Nándorfehérvárnál? Hát az történt, hogy győztünk. Győztünk egy az országot erőszakkal leigázni és kifosztani akaró világhatalom legyőzhetetlennek tűnő hadserege ellen. Győztünk, pedig nagyon kevesen fogadtak volna ránk. Győztünk, mert a nép, a nemzet át tudta lépni a saját árnyékát, amit pedig nem könnyű átlépni. Győztünk, mert sokan, nagyon sokan megértették, hogy összetartozunk. Megértették, hogy összetartozunk, és csak együtt maradhatunk meg. Ez a felismerés aztán arra indította őket, hogy fegyvert fogjanak, és katonaként szolgáljanak azért a közösségért, amit magyar nemzetnek nevezünk. Saját életüknél magasabbra emelték tekintetüket, és képesek voltak kockára tenni életüket mindazért, amit fontosnak gondoltak. A családjukért, az otthonukért, a hitükért, a hazájukért és a nemzetükért. Győztünk, mert a Hunyadi János vezette csapatok nem csak bátrak és elszántak voltak, de értették is a mesterségüket, a katonamesterséget. Sokkal jobban tették a dolgukat, mint a törökök, ezért aztán a harc minden elemében fölébük tudtak kerekedni. Létszámbeli hátrányukat a magyarok nem csak bátorsággal és önfeláldozással tudták kipótolni, hanem gyorsasággal és azzal is, hogy amikor verekedni kellett, akkor nagyon jól, nagyon ügyesen és nagyon kitartóan verekedtek. Győztek vizen és szárazon, győztek egy pokoli helységharc kétségbejtő pillanataiban, amikor faldarabról faldarabra, kapuról kapura hullánzott a minden képzeletet felülmúlóan véres küzdelem. És győztek az utolsó nap nyílt mezei csatájában is, amikor a Kapisztrán vezette keresztesek lelkes helytállásán megakadó oszmánokat végleg elsöpörte Hunyadi katonáinak lovasrohama. Győztünk, mert Hunyadi és Kapisztrán vitézei megértették, győznünk kell, és volt erejük, tudásuk és tehetségük győzni. Kedves lányok és fiúk, a történet, aminek a nyomában jártatok az elmúlt napokban, rólunk szól. Rólatok és mindnyájunkról, az előttünk járókról és az utánunk jövőkről, az egész nemzetről. Arról szól, hogy mindig voltak, akik teljesítették kötelességüket. Minden nemzedék a maga módján. Volt, hogy békében élhették a mindennapjaikat, építhettek, gyereket nevelhettek, és a maguk lehetőségei szerint kereshették a boldogulást. És volt, hogy össze kellett kapaszkodniuk, mert a szabadságuk, vagy mint 1456-ban is, a puszta létük került veszélybe. Voltak bátor és bölcs őseink, akik tudták, hogyan építsék és hogyan védjék meg a hazát. És persze voltak köztük gyávák és hitvány haszonlesők is, akik tönkretették, romlásba döntötték és elveszejtették a hazát. De mindig akadtak, akik a csaták és a háborúk után újra kezdtek mindent. Újraépítették az elhamvadt városokat és falvakat, a feldúlt otthonokat, újra felszántották a parlagon maradt földeket, iskolát és templomot emeltek. Ez a történet a mi történetünk. És arról szól, hogy őseink egymásnak adott öröksége nyomán hogyan jutottunk el a mai napig. Kedves ifjú és régebb óta ifjú barátaim! Nándorfehérvár története arról szól, hogyan győzhetünk. Hogyan győzhetünk akkor is, ha az esélyeink rosszak, ha a lehetőségeink csekélyek, ha a kihívások már-már túlnőnek rajtuk.
Csak akkor győzhetünk, ha megértjük és megéljük, hogy összetartozunk. Ha tudjuk, hogy van közünk egymáshoz. Van közünk egymáshoz nekünk, magyaroknak, és van közünk azokhoz a népekhez, akikkel együtt éltük meg a történelmünket itt a Kárpát-medencében is, itt Európában, békében és háborúban. Csak akkor győzhetünk, ha mindenki hozzá tudja tenni a magáét a maga helyén, a közös ügyhöz. Kedves lányok és fiúk! Az előbb megzendült felettünk a déli harangszó, amely 556 éve hív imádkozni minden hívőt. A déli harangszó akkor azt jelentette, hogy a keresztény Európa velünk volt élet-halál harcunkban. Azt jelentette, hogy az európai emberek gondoltak ránk, velünk imádkoztak, velünk álltak meg nap mint nap egy rövid fohász erejéig az Isten előtt, a legsúlyosabb órákban is, és aztán velünk örültek a győzelem idején. A déli harang szó azt jelenti számunkra, magyarok számára, hogy mindig van remény. Mindig van remény, ha felemeljük a fejünket, és az összetartozás vezeti a tetteinket. Azt remélem, hogy a déli harang szó ezután majd máshogyan fog szólni hozzátok. Lesznek köztetek, akiknek gyakran eszébe fog jutni ez az út, ez a kirándulás. A közös szép élmények az új és a régi barátokkal. Lesznek közöttetek bizonyosan olyanok is, akik mint eddig, ha megtehették a harang szavára, a jövőben is elmondják az Úr angyala imádságot. De most, hogy láttátok a köveket, ahol apáink vére folyt, tudni fogjátok, hogy ez a harangszó örökre a tiétek. Most, amikor megállunk Hunyadi János szobra előtt, hogy emlékezzünk rá és mindazokra, akik vele együtt küzdöttek a magyar hazáért, ne feledjétek soha, hogy a történelmünk valójában közös történeteinknek a sora. Ne feledjétek, ha mi nem találkozunk ezekkel a történetekkel, ha mi nem állunk meg emlékezve azok fölött, a kövek fölött, ahol apáink vére folyt, más nem fog helyettünk emlékezni. És akkor tényleg nem lesz semmi különös azokban a falakban. Kedves lányok és fiúk, ne feledjétek, a történet a tiétek. Ti folytatjátok. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy legyetek ebben a történetben olyanok, mint Hunyadi katonái. Lelkesek és kitartóak, ügyesek és hozzáértőek. Legyetek jobbak mindenkire. Végezzétek el a munkátokat, harcoljátok meg a harcaitokat, és végül győzzetek. Győzzetek magatok és az egész nemzet javára. Isten segítsen ebben titeket. Hunyadi János és a nemzetfehérvári hősök előtt. Felkérem Hende Csaba honvédelmi minisztert, hogy Magyarország kormánya nevében helyezze el a tisztelet és emlékezés koszorúját. Thank you.
Honvéd vezérkar nevében, dr. Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke, tiszteleg a Nándorfehérvári hősök emléke előtt. Budapest, első kerület budavári önkormányzata nevében dr. Jenei Jánosné alpolgármester asszony helyezi el az emlékezés koszorúját. Csata helyszínét meglátogatták diákjaim. Őket szólítom, hogy a belgrádi Dunapartról hozott kavicsokat helyezzék el itt az emlékhelyen.
vásárni réteken átsihadunk, sajnani napnak csődülök. Fogd a kezem, szaladj velem, fogad, mint én nézd a szemem, vásárni réteken átsihadunk, sajnani napnak csődülök. Köszönjük a jelenlétükkel, megtiszteltük az ünnepséget.
Akkor megcsináljuk, hogy nem ezt a háttér. Nem jó lenne, hogy háttér.